Sziasztok! Tegnap a mérkőzés után már nem nagyon volt időnk podcastot készíteni egyéb okok miatt, ezért gondoltam azért én mindenféleképpen beszélnék a mérkőzésről, illetve a a mérkőzésekről. Tegnap rendezték jön is a Férfi Magyar Kupa 4 döntének utolsó napját, vagy hát másik napját, ahol a, ugye a bronzmérkőzésen kívül a a magyar elklasszikót rendezték a Pixeged és a Telekom Veszprém között. De először a harmadik helyét lejátszott mérkőzésről is ejtenek egy-két szót, igazából csak röviden. A Neka 5 gólos győzelmet aratott a Dabas ellen, 32-20 életet a mérkőzés végeredménye, úgyhogy minden dicséretet megérdemelnek a kis akadémiások. Úgyhogy Sótonyi László azért egész jó munkát végez, így, a Neka élén, úgyhogy szerintem ez teljesen rendben van, annak ellenére, hogy a bajnokságban nem nagyon szerepeltek jól. De már is léphetünk a döntőre, amelyet ugye nyilvánvalóan, mint minden egyes alkalommal, óriási várakozás előzött meg. OTP-ben Pixeget, Telekom Veszprém. Igazából kezdem a végére, amely valószínűleg mindenki tud, a Telekom Veszprém 33 30 a győzelmeskedett a, Szeged ellen, úgyhogy fél 16-15-re vezettek, tehát egy gólos győzelmet sikerült még a másik fél megnövelni, úgymond. Uh, ami az előzetes várakozásokat illeti, én azt gondoltam, uh, és itt uh, több verzió is volt egyébként, mint a kollégákkal is beszéltünk. Szóval az egyik verzió az volt, hogy ez a Telekom Veszprém most a Bannakok való vereséget követően is uh, szeretném mindenféleképpen maga biztosan megnyerni ezt a mérkőzést, és, meg is nyeri ezt a kupát. Míg a Szegednél azért azt lehetett tudni, hogy egy egymérkőzéses rendszerben, tehát ott, ahol ugye csak 60 perc számít, adott esetben hosszabbítások, ott azért a Szegednek lehet némi esélye arra, hogy megfogja ezt a, ezt a Veszprémet. Ugye a, a a heti történések, illetve az utóbbi hetek történéseit még hozzátartozik, hogy a Telekom Veszprém házatáján nem igazán van minden rendben. Itt különböző üzengetések vannak, a, a szurkolók már tüntettek, és szeretnék, hogyha új vezetőedző páros vagy távvezetni a csapatot. Ezt a vezérigazgató nem szeretné, és ebből az, az következik, hogy hát most éppen ilyen helyzet van. Úgy néz ki, hogy úgy néz ki, hogy több sztárjátékos is kilátásba helyezte a távozását, amennyiben ez a, ez a, ez a páros marad. Ennyi, ami egyelőre fix, de ezzel a témával még szeretnék külön foglalkozni, mert azért ez egy egész pikáns történet. Vissza az előzetes én azt gondoltam, hogy nagyon szoros mérkőzés lehet. Én megmondom őszintén egy szegedi győzelmet is elképzelhetőnek tartottam, de az, hogy ez nem így történt, azért az, az jó részt igazából szerintem a szegednek köszönhető, hiszen ha megnézzük a fontosabb statisztikákat igazából, azon kívül, hogy a, a, a gólok számában nyilván alul maradtak, ez természetes, igazából a lövések számában hasonló az adat, szinte majdnem minden, minden adott esetben, vagy minden adatban azonosak. Egy nagyon fontos tényezőben nem, ez pedig a technikai hibák száma, mely 11-4 vagyis majdnem háromszor annyi technikai hibát vétett a Szeged, mint a Veszprém. Mint a Ugye ez egy ideig úgy nézett ki ez a mérkőzés, hogy simán húzhatja úgymond a Veszprém, mert hát igazából jobb, keret, jobb keretből áll, jobb játékosok alkotják, míg a Szegednek az előzetes várakozás alapján is egy, egy szorosabb végeredmény is már szerintem egy, egy dicséretes, teljesményhez, dicséretes okozott volna szerintem. ugyanakkor a Szeged most játszott talán ebben a szezonban lejátszott mérkőzéseken a legjobban, és hát nagyon közel voltak többször is ahhoz, hogy úgymond meglepetést okozzanak hiszen, hiszen volt labdájuk a nagyon szoros mérkőzés álláshoz is, de egyszerűen ezekben a momentumokban valahogy mindig hibáztak, és a Telekom Veszprém azért nagyon rutinosan kihasznált azt, hogy amit már korábban említettem, hogy több jó játékosuk van, rutinosabbak, jobb formában vannak, és hát eleve ők az esélyesebbek, és ezt azért igazolták a végén. Ami számomra is taggasztó, és itt megnézem pontosan, itt már nézegettem a kapus védéseket, szóval ugye Miklán Roland szerintem volt egy dupla védése, nem jól szállt be a mérkőző, vagy hát ezen kívül azért nem védett jól az első félidőben megpróbálta Kápáti hiszen Nagy Martint, aki sajnos egy 6 per 0-val végzett a statisztikák szerint, szóval minden, minden összevetve azért egy 40 lövésből kilenc védést sikerült összehozni a, a magyar kapusoknak, ami főleg Miklán Roland esetében szerintem a, az olimpiai uh, olimpia részvétel miatt egy kicsit azért aggodalmas, főleg ha azt nézzük, hogy azért vannak olyan fiatal kapusok, akik mostában nagyon szerepelnek. Uh, és hát ami igazán elképesztő, ugye a, a Veszprém idén, uh, illetve most már azért mondhatni, hosszabb ideje már kicsit küzdködnek a kapus pozícióval, ugye itt uh, összesen ami, ami egészen elképesztő, Korález ez 5 védés, és Jensen 0 védés. Ez azt jelenti, hogy 35 darab lövésből 5 öt sikerült hárítaniuk. Az, egyébként azért bravúr, mert még így is sikerült megnyerni a kupát. Szóval itt azért az Emil Nizendre adott 2 milliós nem, nem, is tudom, ajánlat, amelyre őt pregykák voltak krecs már révén. Én azt gondolom, hogy talán nem is voltak annyira idegennek vagy annyira irrealisztikusak, hiszen, hiszen egy, egy egyszer látni, hogy egy, egy olyan csapat, amelynek az egyértelműen az, az a, a világ elitjébe tartozik, egyértelmű a világ egyik legjobb költségvetésével rendelkezik, és egyértelmű az a célja, hogy mind otthon, tehát otthon a bajnoki címen kívül a, a, a kupát is megnyerje, és ezen kívül természetesen a bajnokra, a Final legalább részvevő legyen, ahhoz az kevés, hogy egy ilyen meccsen, ami ugye igazából egy kupadöntő, döntő, összesen öt darab védést produkálnak a kapusok, szóval ez számomra egészen elképesztő. De nem is tudom, mi, mi, itt a megoldás, de hát ez, ez, mindenféleképpen szembe tűnt. Amiről még abszolút beszélni kell, szerintem, és ez egy nagyon pikáns téma, és általában én vagyok az, aki felhozza, de most csak azért hozom fel, mert hogy mindenki ezzel foglalkozik, ez pedig a játékvezetés. A a döntő játékvezetői Bóc Vidaman volt, egy rutinos páros, és itt az internetes fórumokat olvasva nagyon-nagyon-nagyon-nagyon megosztóak a vélemények, és az én talán kicsit meglepő véleményem az, hogy ez a játékvezető páros ezt a párhacot abszolút jól fújták le, vagy legalábbis azt gondolom, hogy teljesen korrekt volt az ő teljesítményük. Ha már szoktak ilyen párhuzamot vonni, azt gondolom, hogy a két csapat teljesítménye, igazából szerintem a játékvezetők is alul múlta, ez egy nagyon rossz döntő volt, ami a, ami a, játék színvonalát illeti, szerintem túl sok pikáns, vagy nem is pikáns, vagy túl sok érzelem volt benne, kicsit hasonlított a nem tudom hány évvel ezelőtti Matics féle Szeged és a Veszpélendén párharcokra, ahol azért tényleg csak vér nem folyt, vagy hát igazából a vér is folyt. Szóval ez egy nagyon nehéz mérkőzés volt, nagyon-nagyon nehéz szituációkkal, és azt gondolom, hogy ami a kettő darab véleményes véleménye szituáció, hogy az egyik az a bánhírben a két perce, azt egyértelműen látszott, és az utolsó kamerálásról látszott, hogy euh, még a két perc is szerintem túlzott volt, senki az égvágon nem, bent bántotta, talán Fabregas volt a földön, de ilyenkor azért az a játékvezetői felfogás, hogy ha már videóztunk, ha már megállítottak az időt, ha már ezzel, ezzel foglalkoztunk, akkor azért egy képercet egy minimum adni, szóval ez ilyen, nem is, ez ilyen tűnik a magyar Ez Egyébként Németországban nincs, Németországban rengeteg szere van, hogy kimennek videózni a játékvezetők, és aztán mutatják, hogy semmi nem volt, és mehet tovább. Ez a magyar játékvezetésnél, vagy a magyar, Magyarország ez nem annyira jellemző szerintem. A pási pedig, ugye remélnek a piros lapja, szerintem itt, itt, kérdés sincs, ugyanakkor tehát azt gondolom, hogy teljesen jogos volt a piroslap, lap, ugyanakkor azt is gondolom, hogy azért ez a mérkőzés valahogy egy kicsit remélés és Bombács párhacáról is szólt. Én azt gondolom, hogy ha ott remélén nem kap piros lapot, akkor később felállam valamiért Bombacs kapott volna a piros lapot. mert az, hogy ő Bombacs hogy színészkedik, és igazából milyen, nem is tudom, játék, játékon kívüli kvalitásai vannak, tehát mondjuk az emberi oldalra gondolok, az nem befolyásolja azt, hogy Reméli oda sózott egyet, és az egyértelmű piros lap, hogy aztán mit hozott ebből ki, és mennyire színészkedett és mennyire szimpatikus játékos bomba, szerintem ez egy teljesen irreleváns információ vagy vagy tény abban az, az, a, 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 a szituációban, és ez, ezen kívül én úgy gondolom, hogy a két játékvezető nagyon-nagyon nehéz dönt, nagyon nehéz szituációban is szerintem sok-sok-sok jó döntés hoztak. Én megmondom őszintén, nem nagyon értem ezt, de már hazászoktam egyébként Magyarországon, hogy amint lehetőség van a játékvezetőket veszik elő, én szerintem ez egy nagyon-nagyon rossz ö, ö, tendencia, mert hát ö, nyilvánvalóan mindenki szurkol, én megmondom őszintén, elég sok vitát folytattam most az interneten, amiből, amiben azért ö, egyértelműen lejön, hogy Nyilván van, aki a Szegednek drukkol, azt látta, hogy a játékvezető a Veszprémnek szurkol, aki a Veszprémnek szurkol, azt látta, hogy a játékvezető a, a, a Szegednek fúj. Úgyhogy nehéz ezt hideg fejjel, vagy mondjuk így függetlenül látni. Én, mivel egyik csapatnak sem drukkolok igazán, amelyek több oka van, de a döntőben tehát igazából ilyen szempontból nem volt favorit, amit nagyon döntőt szerettem volna látni, amit sajnos nem jött össze. Szóval én azt gondolom, hogy így pártatlanul, hogy ez a játékvezető páros nem jól elvégezte a dolgát, és, és soha rosszabb mérkőzést nem kíván nekik, hogy ez nem volt egy tökéletes fújás, azt elismerem, de hogy a legfontosabb szerintem minden esetben, hogy volt-e -e mérkőzés befolyásoló hibájuk, és ez abszolút nem volt, és szerintem teljesen reme volt az játékvezetés. És minden gratulálunk természetesen a Telekom Veszpénynek a 31. kupa győzelméhez, úgyhogy pénteken pedig folytatódik a, a Magyar Elklasszikó következő sorai, hiszen ismételten Pixeget Telekom Veszprém meccset jelendeznek, ezúttal már ugye a bajnoki, bajnoki fináléban, úgyhogy nagyon várjuk ezek a mérkőzéseket. Jó szórakozást, sziasztok!